A hajdúszoboszlóiak régi hagyományaként csergetéssel ünneplik az év végét. Az óévet most is sokan búcsúztatták a Hősök terén. Dudaszó mellett pattogtak az ostorok, csillagszórókkal és tűzijátékokkal köszöntek el a városiak az előző évtől. December 31-én nagy sokadalom búcsúztatja a hajdúszoboszlói óévet a Hősök terén. Az aszfalton végig sorakoztak azok a bátor vállalkozók, akik ostorral érkeztek a csergetésre. Már tavaly is csergettem. És élvezed? Igen. Sűrűn jártok ide a csergetésre, vagy csak tagja vagy? Minden évben szoktunk jönni. És hogy élvezed? Jól. És a tűzijátékot várod már nagyon? Igen. A cifraszűrbe és a csikós gúnyába öltözött legények mellett viszont voltak, akik civilben pattogtatták a karikás ostort. És mikor tanultál meg csergetni? Hát még gyerekkoromban. És azóta rendszeresen jársz is ide a csergetésre, vagy csak most jöttél? Hát ilyen hagyományőrző csapatban voltam folyamatosan. Ezáltal minden évben gyakoroltuk ezt, de az utóbbi időben már csak így ünnepekkor. És milyen itt a szilveszteri buli hajdúszoboszlón? Hát mi nálunk ilyen itthoni kis összejövetel lesz, egy ilyen 10-15 fős társaságban. Egyébként a csergetés, azt hát beszéltük ott barátokkal, mindenekkel, hogy nem, egyszerűen nem tudjuk kiadni, szóval a csergetésre eljövünk, és akkor innenstől kezdődik az este. A tűzijátékot váró forgatagot a debreceni sárkányhányok kápráztatták el tűzes produkciójukkal. Ebben a nagy hidegben a tűz mellett vagytok ti lányok, meséljetek egy kicsit magatokról. Hát ilyenkor mindig valahogy úgy fogjuk, hogy szilveszterkor van a leghidegebb, de a tűz természetesen felmelegít minket, úgyhogy ez így pont jól jön ilyenkor. Honnan jön ez a nagy tűz szeretet? Fú, hát úgyhogy színházzal is foglalkozunk, és az utcaszínházazással kapcsolatban megismerkedtünk a tűzsonglőrködéssel, és ilyen kb. 8 éve beleszerettünk ebbe a dologba, és hát már kb. 8 éve így mindenfelé járunk az országba, és így csináljuk ezt a dolgot. Tűztánc, tűzsonglőrködés, így minden. Már visszatérő vendégek vagytok itt a csergetésen, milyen élmény úgyból és úgyból visszajönni? Nagyon-nagyon-nagyon szeretjük, kb. 5 éve lassan, mert ez az 5. alkalom, hogy itt vagyunk, és hát így a kulcsárvére keresett meg minket először is, azóta ezek szerint úgy látszik, hogy így nagyon jól kijöttünk, és így nagyon szeretünk itt lenni, nagyon hangulatos az egész, főleg ilyenkor szilveszterkor. Különleges élmény itt ez a csergetés? Igen, igen, úgyhogy majd, hogyha esetleg jövőre is jövünk, majd lesz egy különleges meglepetésünk is, pont így ezzel a csergetéssel kapcsolatban, de nem mondok ezzel kapcsolatban semmit még. 6 órakor megállt a forgatag az utcákon, és mindenki az égre emelte a tekintetét. A szokásos tűzijáték után Marosi György Csongor köszöntötte a városlakóit, és kívánt számukra boldog, sikerekben gazdag új esztendőt. Hajdúszoboszló város önkormányzatának nevében nagyon sok boldog új évet kívánok mindenkinek. Nagyon nagy öröm volt, hogy a mai főtéren rendezett rendezvényen ilyen sokan vártuk együtt 2015 beköszöntét, és minden hajdúszoboszlóinak kívánom, hogy ne feledje el, hogy 2015-ben is az összefogásban van az erő, és csak együtt működünk, hajrá Hajdúszoboszló! Több hajdúszoboszlóinak hagyomány már, hogy a csergetéssel nyitja meg a szilveszteri ünneplést. Rendszeresen jártok a csergetésre? Hát én még most vagyok először, de eddig amúgy tetszik. Akkor nagy élmény? Eléggé, eléggé. Megéri eljönni. És te voltál már? Én minden évben jövök. Akkor szoboszlói vagy, gondolom. Igen, tőzsgyökeres. Milyen érzés szerinted, változott ez a csergetés, vagy megmaradt a réginek, amilyen volt? Megvan még mindig ugyanaz a feelingje, mint régen, úgyhogy megéri egyszer kipróbálni mindenkinek. Mit szeretsz benne a legjobban? Ez egy hangulat, ezt át kell élni, nem lehet elmondani. Hát már a csergetés, vagy most volt először? Voltam már többször, hajdúszoboszlói vagyok. Akkor hagyomány, ilyenkor szilveszterkor kirátogatnak? Mindig feljövünk az egész családdal, megnézzük, nagyon érdekes műsor szokott lenni. És milyen élmény, sokat változott az évek alatt? Hát változott a korábbiakhoz képest, de a tűzijáték az régebben nem volt, most nagyon szép a tűzijáték. Mit szeret most benne a legjobban a csergetésben? Hát talán azt a hangot, hogy az egész város így összegyűl, és ilyenkor együtt van a városnak az apraja, nagyja. Tetszett a csergetés? Nagyon jól. És mi volt a kedvenced? Mindegyik nagyon tetszett. Voltál már korábban is? Nem, még nem voltam. Akkor nagyon új élmény volt, igaz? Igen. Nem csak helyiek ünnepelték az év utolsó napját a Hősök terén,
Többek között Romániából is érkeztek kíváncsi vendégek, akik városunkban köszöntötték az új esztendőt. Hogy tetszett a csergetés? Jó. Most voltál először? Igen. Igen. Úgy hallottam, nem ide valósi vagy. Igen. Akkor itt szilvesztereztek? Igen.